Az első könyvhetes élményem a tavalyi könyvhét volt, ami nagyon viccesen alakult, ugyanis nem akartam jönni dedikálni, így aztán nem is volt meghirdetve dedikálás. Más kiadónak a standjánál szólítottak le, és ott írtam alá a könyvet. Ezek után bevállaltam azt is, hogy amikor nincsen könyv megjelenésem, akkor is inkább eljövök dedikálni, mint hogy furcsán nézzenek rám idegen standoknál emberek, és ott mások könyvein firkálgassak össze-vissza. Úgyhogy ez a legelső élményem. Az első könyvheti élményem, először szerepeltem az E-Kultúra TV-ben, azért ezt fontosnak tartom. Azóta sem vagyok soha elégedett az E-Kultúra TV-s szereplésemben, mindig túl cizellálom és túl körmondatosítom a körmondataimat is. A második élményem pedig az volt, hogy aznap voltam először, méghozzá reggel 8-kor IMAX 3D-s moziba, és azóta se voltam. Jó volt. Hát gyerekkoromból származik az első könyvhetes élményem, én veszprémi srác voltam, és akkor a város központjában ott a posta, meg a áruházak közötti téren nyüzsgött a tömeg, és rengeteg pavilon, és mi egymás volt. Amikor legutóbb arra felé jártam, akkor már csak 4-5 ilyen kis bódé árválkodott könyvhét kapcsán, úgyhogy nekem az első könyvhetes élményem az ilyen folyamatos nyüzsgés, és rengeteg könyv és nagyon színes pavilonok voltak annó hajdanán, réges-régen, valamikor még a történelem kezdetén. Foglar Gábornak hívnak, és az első könyvhetes élményem, hát lényegében ez az idei az első könyvhetes élményem, hiszen első alkalommal vagyok itt, és olyan apropóból, hogy az éppen megjelent Száz Magyar Bakalnak az egyik társszerzője is vagyok, és ilyen szempontból még dedikálhatok is ezen a rendezvényen. Egyelőre ez az első könyvheti élményem, úgyhogy még a dedikálásnak előtte vagyok, vasárnap 2-től fogok dedikálni, de hát már itt lenni is jó egyáltalán, és úgy, hogy tartozom valahova, úgy itt lenni, úgy még jobb, nem csak lézengeni.